Január első hétvégén is számos tüntetést tartanak országszerte az úgynevezett rabszolgatörvény ellen. Az első nagyobb megmozdulás szombatra várható, a közösségi médiában eddig csak nem 38 ezeren jelezték érdeklődésüket. A tüntetést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hirdette meg. Azóta számtalan párt, civil szervezet és szakszervezet csatlakozott az eseményhez. A tiltakozás hullám még decemberben indult meg, miután a kormánypárti többség megszavazta a rabszolgatörvényként elhíresült javaslatot. December közepe óta tucatnyi demonstráció és félpályás útlezárás jelezte azt, hogy sokan elutasítják az évi 400 óra túlmunkát lehetővé tevő törvénymódosítást. Szűcs Tamás a PDS elnöke, a vendégem, jó reggelt kívánok, hogy ezt már az előbb elmondtuk. És köszönöm szépen, hogy segített rögtön azt tisztázni, hogy nem az egész demonstráció szervezői természetesen, hanem... Az egyik fontos motorja, mert valóban a PDS kezdeményezésére jött létre az OSZT, vagyis az Országos Sztrájk Előkészítő és Demonstrációs Bizottság, a szakszervezetek több mint felét tömöríti, és ilyen értelemben vagyunk az OSZT-on keresztül szervező egyik főszervezője, egyébként két civil állampolgár által meghirdetett tüntetésnek. Nekem is javítanom kell magamat, korábban azt mondtam, amikor Trütkóval beszélgettünk az egyik felvezetőben, hogy 3x5 pont van, már 15, de 5 meg 4 meg 4 van. Ugye van alapvetően az az 5, amiről már nagyon elhíresült az MTV-ben, nagyon sokszor megpróbálták felolvasni, de a legtöbben már tudják szerintem. Az általános 5 pont, amire úgymond esküt is tettek tegnap képviselők, parlamenti pártok. Van egy másik 4 pontos általános munkabeszüntetés céljait rögzítő pont, és van külön a pedagógus társadalomra is egy 4 pontos petíció, tehát 5 meg 4 meg 4. Hányan írták ezeket alá eddig, és mi a lényege annak, hogy ezeket, és folytatható-e, hogy ezeket megkülönböztetik? Mi a petíció gyűjtést az ágazat az oktatás problémáira, azt másfél-két hónappal ezelőtt kezdtük. Nem tudtuk még, hogy az események oda vezetnek, hogy majd egy jobbikos, meg egy DK-s országgyűlési képviselő egy színpadon áll, meg a szakszervezetek is lehet, hogy egy színpadon állnak. Akkor azt azért szerveztük, hogy építsük ezt az egész történetet a saját ágazatunkban. Ehhez képest, mint az események ezen kicsit túlléptek, mi már kb. Egy hónapja nem nagyon fordítunk energiát az aláírásgyűjtésre, ami nagyon szépen alakult a PDS történetében, meg ahhoz képest, hogy milyen létszám vagyunk közel, most már azért közel vagyunk a 10.000-hez. Ez nálunk nagy szó, és már egy hónapja nem kampányolunk mellette, mert elsodorták az események. Mert azok a követelések, amiket a petícióban, az aláírásban megfogalmaztunk, azokat eleve úgy terveztük, hogy ha eljön az idő, sztrájk követelésekké válnak. És így is lett, ezeknek egy része most az ágazatnak, a PDS által megfogalmazott ágazati sztrájk követeléseket adják. Ezt mondta most akkor, hogy önök mindenképpen sztrájkba lépnek, ugyanis a szakszervezeti követeléseknél a bértárgyalásoktól függ, hogy csatlakoznak a sztrájkhoz az óriási állami cégek. Önök mindenképp sztrájkolnak? Azt gondolom, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, ha senki más nem ebben az országban, aminek én most nagyon kicsi esélyt adom, hogy csak egyedül maradjunk ezzel, pont ezért jött létre az OSZT, ahol 16 szervezet ül benn ezekkel a szándékokkal, de hogyha senki nem fog, a PDS biztos, hogy fog. Most azonban sokkal fontosabb lesz. Maradjunk még ennél, mert ez azért nagyon fontos, amit most mondott. Ön az első vendég ma, aki azt mondta, hogy mi sztrájkolunk. Mi biztos, pont, hogy fogunk. Hányan, hol, mekkora a tagság, csak hogy ezt rögzítsük a nézők kedvéért. A tagsága a PDS-nek nem olyan nagy, mint amennyire látszunk önöknek is köszönhetően. Egy 3-4 ezer fizető tagja van mindössze a PDS-nek, de sokkal nagyobb a kedveltség és az elfogadottsága. Ha belegondolunk, abban olyanok lennénk, mint egy párt, hogy néhány ezer tagság is közben dönt törvényekről, akkor a PDS baromi jól áll. Nem nagyobb a PDS tagjaira a kockázat, ha ők általános sztrájkba lépnek, hogyha egyedül maradnak, szemben egy nagyobb erejű összefogással? Én nem először fogalmazok úgy, hogy nem ezeket a taktikai elemeket kell nézni. Hanem ez konkrét sorsok? Építeni kell, nem? Ha a sztrájkot jogszerűen megszervezzük, akkor konkrét sorsokat nem érhet kockázat. Tényleg nem. Munkaerőhiányban egyébként az egész szakszervezeti oldalnak ez egy nagy ász a kezében, hogy munkaerőhiányban minden ágazatban, a pedagógusoknál is nagyon óvatosan kell. Hogy kell ezt elképzelni? Bocsánat, mert mindig, hogyha mondjuk csak nem akarok az ördög ügyvédje lenni, nem tisztem, csak képzeljük azt el, hogy egyedül maradnak sztrájkra. De ezt nem akarom elképzelni. Jó, ne képzeljük el, de mi lenne, ha akkor a földrajztanár sztrájkol, a matek tanár nem? Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a PDS levelet fog intézni egyrészt a tagjainak, a csoportképviselőinek, másrészt az egész pedagógus társadalomnak, és ott a nem tagok
a sztrájk nem csak a szakszervezeti tagok jogosultsága. Persze, hogy ha, nem. Ha meg tudunk szólítani más dolgozókat, más munkavállalókat, akkor most egy példát hozok, hogy ha volt, amikor a PDS 10-15 ezer embert meg tudott szólítani, ez nyilvánvaló a tagságánál nagyobb. Ha a tagságánál, a fizető tagságának a többszörösét meg tudja szólítani, akkor nem beszélhetünk kudarcról, hogy az lenne. Másnak is joga, de kötelessége-e PDS-tagnak? Nem kötelessége, senkit nem lehet sztrájkra kötelezni, de nyilvánvaló a szakszervezeti tagok között a hajlandóság nagyobb lesz. Ezt már felmérték, ezt tudja? Van egy felmérés, érdekes módon nem is mi kezdtük, de ez azt mutatja, nem válaszoltak olyan néhány ezeres válaszból, de azt mutatja, hogy egy 80% körüli a sztrájk elszántság a pedagógus társadalom körében. Különben ezt nem jelentette volna most ki? Én ennélkül is kijelentettem volna, mert egyszerűen olyan a helyzet, hogy egy szakszervezetnek meg kell tanítani a munkavállalókat arra, hogy eszközök vannak a kezünkben. Mikor? És most is tanítjuk. Azzal, hogy sztrájkot vállalunk, azzal, hogy megmutatjuk, hogy ezt lehet jogszerűen, azzal, hogy a követeléseinknek így akarunk súlyt adni. Én úgy gondolom, hogy egy tanulási folyamat, egy újra tanulási folyamatban a magyar társadalom, lehet, hogy optimista vagyok, de azban egészen biztos vagyok, hogy mindaz, ami most összekapcsolódott szakszervezeti szinten, egyébként együttműködünk valóban pártokkal és civil szervezetekkel. Például, hogyha még van időm, mondom, hogy a szakszervezetek elhatározták, hogy minden megyében létrehoznak akciószövetséget, civilek és szakszervezetek, sőt, ez 4 megyében már van is. Pont tegnap Miskolcon, én miskolci vagyok, ott voltam, ezt este ezt nyomtuk, aztán nem aludtam azóta se szinte semmit, mert szerveztük a tüntetést, és akkor most hajnalban idejöttem, és azt mondom, hogy megpróbáljuk kiépíteni. Stratégia van, több mint 90 ponton módosult a munkatörvénykönyve 2010 óta a munkavállalók kárára. És egy stratégiát látunk, amely többek között így akarják versenyképesíteni a magyar munkaerőt. A szakszervezeteknek, és ezért jött létre az OSZD, ez a Sztrájk Előkészítő Bizottság, a stratégiával szemben ideje stratégiát szembe helyezni. Ha önök mindenképpen sztrájkolnak, akkor mikor és meddig várnak a többiekre ezzel a döntéssel? Ez a kérdés most azért nem, mert még egyszer én úgy gondolom, hogy nem egyedül fogunk sztrájkolni. Létre fog jönni minden bizonnyal, és ezt hamarosan bejelentjük, egy központi sztrájk bizottság, és azok mentén fognak alakulni az események. Én azt gondolom, hogy ha azt derül neki, hogy egyedül marad a PDS ezzel a történettel, akkor februárban mi egyedül fogunk. De szerintem ez most nem opció, én úgy látom. Ez most nem opció. Mit vár a holnapi tüntetéstől? Azt várom, hogy azt üzenjük azzal, hogy többen vagyunk, mint a decemberi megmozdulások bármelyikén, bízom benne, hogy így lesz. Azt várom, hogy ez az üzenet önmagában ismét mozgósító jellegű, és bontja le azokat a pszichológiai gátakat, bontja le a tanult tehetetlenségnek a gátjait, amitől az egész magyar társadalom szenved az utóbbi években már. Ez a bántalmazásnak egy klasszikus szakkifejezése, amit most másra is alkalmazott. Érdekes információ, amiről most sokat foglalkozott a sajtó, hogy több 10 000 forinttal lehetne magasabb a tanárok fizetése, ezért csalódnak nagyot minden januárban. Minden januárban újra kiderül, hogy sokkal többet kereshet nének? Ez lesz az egyik sztrájk követelésünk valóban. 2014-ben a kormány úgy döntött, hogy a minimálbérhez köti a pedagógusok bérét. Ha ezt a szokását nem csak abban a választási évben gyakorolta volna, hanem a törvény, ez a jogszabály érvényben marad, akkor ma nem 10 000-rel, hanem a pályakezdőknek 100 000 forint körülivel lenne több a bruttója, és a pálya végén állóknak 200-220 000-rel lenne több a bruttója. Egyébként egy fals hír meg is jelent, hogy lesz 13%-os béremelés a pedagógusoknál. Nem nyúltak a vetítési alaphoz, én erről nem tudok, ezt majd cáfolni kell mindenütt, nem önöknél természetesen. De nyugodtan itt is fontos a mi nézőinknek. Igen, ezt cáfolni kell, nem lesz emelés legfeljebb, pont azért, mert már a alsó kategóriák nem érik el a garantált bérminimum szintjét, kénytelenek lesznek felhozni a kezdő főiskolai végzettségű tanároknak a bérét adott esetben oda, hogy elérjék az úgynevezett szakmunkás bérminimumot. Ilyenekkel és a soros előrelépésekkel fog növekedni most a bér. Én nem tudok béremelésre. Lehet, hogy ez 13%-os bértömeget jelent, alig ha hinném, egyébként, hogy ennyit jelentene, de nem lesz béremelés, januártól nem változott a vetítési alap, és ezzel már minden ember zsebéből 100 000 forintok tűnnek el, holott ugyanez a színű kormány ígérte meg 2014-ben egy
választási évben be is tartotta a szavát. És amikor legközelebb jön, akkor megbeszéljük, hogy pontosan mit is jelent a vetítési alap. Én sokat foglalkoztam ezzel tegnap éjszaka, de most nincs rá időnk, legközelebb. Minimálbérhez kötés az a lényeg, hogy már nem ahhoz kötik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.